Adventi fények címmel tartott nagyszabású ünnepi rendezvényt Füzesgyarmat városa november 29-én este 17 órakor. Ez alkalommal került sor a város óriás adventi koszorújának és az életnagyságú Betlehemnek a bemutatására. Az alkotások a Füzesgyarmati Népi Kismesterségek és Kézművesek Egyesületének kezemunkája. Ünnepi műsorral a református gyülekezet énekkara és hittanosai készültek. Advent azért van, hogy lelkileg készüljünk az ünnepre, mert az ünnepben nem az a lényeg, hogy mit adunk, hanem az, hogy milyen szeretettel adjuk. Köszöntőt mondott Farkas Zoltán, a Békés megyei önkormányzat alelnöke. Akkor, amikor meggyullad rövidesen, nagyon sok otthonban az első gyertya, vagy már el is égett talán, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a gyertyákat a hitért, a reményért, az örömért és a szeretetért gyújtjuk. Az utóbbi esztendőben a füzesgyarmati Calvin tér nem látott még ennyi embert, mint ezen az estén, mely a szeretet, a karácsonyi készülődés, a megcsendesedés jegyében zajlott. A környező településekről is sokan érkeztek. Az óriás adventi koszorú első gyertyáját Farkas Zoltán és Várkonyi Imre füzesgyarmat polgármestere együtt gyújtotta meg. A rendezvény fő támogatója volt Békés megye önkormányzata és Füzesgyarmat város önkormányzata. Hát én azt gondolom, hogy advent első vasárnapja a várakozás, az Úr eljövetele kiki vérmérséklete szerint megfogalmazhatja. Én azt gondolom, hogy egy csodálatos dolog volt itt Füzesgyarmaton. Maga a műsor, a készülés, a várakozás a karácsonyra, és hát természetesen egy csodálatos dolog az, hogy megvalósul egy adventi koszorú itt, és már annak ég az első gyertyája.